Köszöntjük kedves nézőinket! Mai adásunkban megosztjuk önökkel az aktuális információkat, nem csak az alapiskolák nyitásáról, de a sebészet és a városi könyvtár újranyitásáról is. Majd bemutatunk néhány felvételt a felújított és fertőtlenített játszótereinkről. Teret adunk az ógyallai víz és csatornaművek által kiadott fontos intézkedéseknek is. Zárásképpen pedig a Trianon 100. évfordulójáról való ógyallai megemlékezésről számolunk be. Kellemes tévézést kívánunk! Az Oktatásügyi Minisztérium lehetővé tette a fenntartóknak az alapiskolák alsó tagozatai és a napközik újranyitását 2020. június 1-től. Az iskolák igazgatói tiszteletben tartják a minisztérium szabályozását, nem csak az osztályokban betartandó maximális 20 fős diákszámot, de a termek megfelelő fertőtlenítését és takarítását is. Az oktatás tartalmát és formáját a tanárok határozzák meg, hogy azok megfeleljenek a járványhigiéniai előírásoknak. A tanulók 80 nap után ismét látták barátaikat, a tanítónéniket, tanítóbácsikat és a nevelőket. Szerkesztőségünk nevében kívánjuk, hogy az elkövetkező napjaik teljenek csupa örömben és boldog nevetéssel, hogy mindig legyenek körülvéve jó emberekkel. Értesítjük városunk és a környék lakosait egyaránt, hogy 2020. június 1-től ismét rendel a sebészet az Ógyallai Városi Poliklinikán, a Komáromi út 104-es szám alatt. Az épületben a röntgennel szemben található. A rendelési idő a következő. Szerdát kivéve minden munkanapon 7 és 15 óra között várják a pácienseket, szerdán pedig 12 órától 20 óráig. Bármilyen kérdés esetén hívják a 0940-373-273-as számot. Poskytujeme zdravotnú starostlivosť pre chirurgických pacientov aj traumatologických, a niečo aj z ortopedických vecí budeme robiť. Tak to znamená, že budeme tu ošetrovať úrazy, aj otvorené rány, aj zlomeniny, takisto aj chirurgické veci, nejaké malé kožné nádorčiky, také bolesti brucha, také prvotné ošetrenie, konzultácie. Tak, od 1. júna robíme, totiž od dnes. Ako 5 mesiacov nefungovala chirurgická ambulancia, takže ten ako záujem pacientov je o tom a tešíme sa na spoluprácu všetkých. Értesítjük az olvasókat, könyvkedvelőket, hogy 2020. június 1-től ismét kinyílt a Városi Könyvtár az Ógyallai Kultúrházban. Bejárat az oldalsó ajtón. A könyvtár nyitvatartása munkanapokon délelőtt 9-től 12 óráig és délután 13-tól 16 óráig. A könyvtár látogatása a higiéniai és biztonsági előírások betartásával lehetséges. A legutóbbi enyhítésekkel kinyílhattak a játszóterek is. Ógyalla város is megnyitotta játszótereit. Alkalmazottainak segítségével folyamatosan végzi a mászókák és egyéb alkalmatosságok fertőtlenítését, hogy minél biztonságosabb legyen gyermekeink számára. Hétvégente városunk önkéntes tűzoltói fertőtlenítették a területeket,
valamint átmosták és feltöltötték a homokozók homokját is. Kérjük a játszótereket látogató szülőket, tartsák be a biztonsági és higiénai előírásokat. Május 2020-ában sikerült befejezni a kultúrház tetőzetének javítását. A munkálatokra a városi tartalék alapból biztosították az anyagi fedezetet, mindösszesen 41.000 eurót. Ez magában foglalta a villámhárító cseréjét is, amely 9.400 eurót jelentett. Ezek a munkák a kultúrház rekonstrukciójának első fázisát jelentették. Az Ógyallai Városi Víz és Csatornaművek Kft. Üzemelteti a városi vízvezetékeket és csatornahálózatot, beleértve a szennyvízszivattyút és a szivattyúállomások hálózatát városunkban. Mindezek működtetése viszonylag nagy igényű elektromos energia, derítőanyagok, munka, idő és főleg technika tekintetében. Mintegy 69 villanymotoros szivattyú üzemel és 14 szivattyúállomás. A legtöbb problémát mégsem maga a működtetés okozza, hanem azok a dolgok, amik a kanalizációban nem valók. Néhány lakos szemetes kukának használja a csatornát, oda dobják a nedves törlőkendőket, ételmaradékokat, higiénai eszközöket, ruhát, zsírt, olajat, festéket, gyógyszereket és hasonlókat. A felsorolt tárgyakat és anyagokat az emberek tájékozatlanságuk miatt és kényelemből a kanalizációba engedik, anélkül, hogy ismernék a tettük következményét. Ezzel veszélyeztetik a csatlakozások és a nyilvános csatornahálózat működését. Feleslegesen növelik a működési költségeket, amely azután értelemszerűen megnőhet, főleg ha a szivattyú meghibásodik vagy tönkremegy. A nyilvános kanalizációba nem tartoznak. Higiéniai eszközök, nedves törlőkendő, tampon, tisztasági betét, harisnya, pelenka, terítő, stb. Kémiai anyagok és kőolaj származékok, festék, gyógyszer, higító, oldószerek, gipsz, ragasztó, motorolaj, kenőcs, benzin, gázolaj és más vegyszerek. Biológiai hulladékok, élelmiszer, ételmaradék, héj, csont, élelmiszer zsiradék, olaj, zsír, fű, kerti hulladék, széna, szalma, trágya és hasonlók. Nem feloldódó anyagok. Műanyag, petpalack, csomagolások, homok, kő, építőipari hulladék, autógumi, fémek, konzerv, plédoboz, rongy. Információképpen tudatjuk, hogy ha a csatornába kerülnek a higiéniai eszközök, tudni kell, hogy a nedves törlőkendő nem odavaló, hanem a kommunális hulladék közé. Nem bomlik szét, dugulást okoz és a szivattyút is tönkre teheti. Kémiai anyagok és kőolaj származékok. Az ilyen típusú hulladék vegyi reakciókat okozhat, tekintve, hogy ez egy zárt rendszer, így az egészségre és az életre is veszélyes. Biológiai hulladékok. Ismét tudatosítani kell, hogy ez a hulladék bevonza a kanalizációba a rágcsálókat, patkányok jelenhetnek meg a lakásban, a lakás WC-jében. A zsírok és olajok megszilárdulásukkal a kanalizációs csövet is eltömíthetik, mely a mélyebben lévő helyiségek eláztatásához vezethet. Nem feloldódó anyagok. Ezek dugulást okozhatnak, így a terhelt csatornázás nem tudja elvezetni a szennyvizet, így az megmarad a csövekben és kellemetlen szaggal jár. Ezért felhívjuk hát figyelmüket, kedves polgártársaink, hogy a csatornába csak szennyvíz kerüljön a WC, zuhany, fürdés, mosás, mosogatás és takarítás után.
semmi egyéb nem való a kanalizációba. Kétezer-húsz június 4-én a legtöbb felvidéki magyar szervezet megemlékezett a trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulójáról. Nem történt ez másként Ógyallán sem, ahol a Csemadok és az MKP helyi szervezete jóvoltából 16:30-kor megkondultak templomaink harangjai, este 7 órától megemlékező szentmisét tartottak, majd este 8 órakor faültetésre került sor a Hagyományok háza udvarán, amit 20 óra 20 perckor az összetartozás tüze Ógyallai lángjának fellobbanása követett közös himnusz énekléssel. A rendezvényen Elek József, történelem szakos pedagógus mondott beszédet.
Tudtak önök arról, hogy Ogyala büszkélkedhet a déli ötös bajnokság egyik legjobb versenyével? Azokkal, akiknek nem teljesen világos, mit rejt ez a megnevezés, megosztjuk azt az információt, hogy a versenyt az Aranyszarvas Íjász Egyesület szervezi, főleg kisebb klubok számára, mivel a mi végeinken az ilyen versenyek nem kerülnek megrendezésre túl nagy gyakorisággal. Idén már a megmérettetés 6. évfolyamát rendezték meg Mácsik Tamás telkén, amelyre mindösszesen 216 versenyző érkezett Szlovákia minden tájáról. A rendezvényre május 28-án került sor, és jelen volt rajta Basternák Ildikó polgármesterasszony, aki másodízben vett részt az eseményen, és mindenkinek élménydús időtöltést kívánt. Szavai célt értek, hiszen nehezen találnánk bárkit, aki ne dicsérné ezt a nem mindennapi élményt. A főversenybíró személyében Révai Zsuzsát köszönthettük. 30 állatforma céltáblát helyeztek ki, és színes cövekek jelezték a lövés leadásának helyét kor és íjtípus szerint besorolva. A tökéletes ógyallai pálya ideális volt a legigényesebb, tapasztaltabb versenyzőknek is. Nyitra megye önkormányzata segítségével hatalmas sátrat vásároltak. Az anyagi műszaki támogatásbeli segítség Ógyalla városát, valamint a sport további kedvelőit, az ógyallai és bagotai vállalkozókat is dicséri, akiknek az Aranyszarvas ezúton is köszönetét fejezi ki. S hogy ne feledkezzünk meg a legfontosabbról, engedjék meg, hogy megnevezzük hazai íjászainkat, akik mind a saját kategóriájuk dobogóján a második fokot nyerték el maguknak. Csontos Imre, Koszina Tomás, Michalczyk Rudolf és Leckési Dániel. A nyerteseknek gratulálunk, és epedve várjuk a következő találkozót. Priatelia, ja poprosím o pozornosť, takže mene Lugostrelskej organizácie Zlatý jeleň vás vítame tu na Zurbanove. To je južná 5-6 ročník, takže ja si myslím, že už veľký 99% prítomných už vie naše pravidlá, ako dobre pozná. Na trati je 30 zvierat rozložených po dva výstrely, takže na každé zviera sa strieľa dvakrát s dvomi šípmi a každý výstrel sa počíta, takže 10. Tretia skupina. Kartotela Monika, Mataki Gelda, Mataki Jóži. Skupina číslo 5. Vyšladislav, Vylemiš Kristián, Markaš Evgen, Markaš Mária.
a déli ötös versenyszorozat 6 éve fut, tehát 6. éve csináljuk. 6 évvel ezelőtt barátommal, Rédé Péterrel úgy gondoltuk, hogy nagyon sok verseny Szlovákia, Közép-Szlovákiában, vagy a Szlovákia északi részén van. Tehát ezek a IASZ klubok itt a déli részen, a környéken nagyon keveset tudtak bekapcsolódni, mert messzire nem tudunk utazni. Úgyhogy akkor eldöntöttük, hogy jó lenne itteni klubokat is beavatni egy ilyen versenysorozatba, és akkor megszólítottunk néhány környékbeli klubot, és ráálltak. Akkor az elején ez a versenysorozat azért Juzsná Petyka, vagy déli ötös, mert 5 fordulóban állt, csak mostanra már annyira kinőtte magát, hogy egyre több klub jelentkezik, hogy szeretne ugyanúgy rendezni egy versenyt, úgyhogy most már 6 fordulós idén ez a verseny. A gyallai klub, az Arany Szarvasok klubja nagyon-nagyon magas szinten műveli ezt a sportot, és a rendezés is nagyon-nagyon jó sikerül nekik, tehát nagyon jó a pálya, amit építettek, nagyon magas szinten van, és a maga a szervezés is nagyon-nagyon magas szinten zajlik. Nosak teretős és siesti rossznyik ki, pési esti mi rokmész kamarátom ez a rossz hodli, že tuto na juhu na južnom Slovensku zorganizujeme veľké pretiky, veľké majstrovstvá, lebo všetky pretiky boli na severe ako v Tatrách, ale alebo v strednom Slovensku, na strednom Slovensku. A tieto malé kluby, čo sú u nás a na okolí, aby sa mohli zúčastniť týchto lukosteckých pretekov. Takže 6. ročník už je teraz tento rok. Húrovora to je veľmi pekne zorganizovaná, takže to je jedna z najlepších súťaží Južnej Peťky Hurbanove. Takže veľmi som spokojný, že sa pridali k nám, ako sa pridali do Južnej Peťky, lebo trať je veľmi dobrá a ako organizačne sú na vysokej úrovni. Teraz koncom júna bude v Nových Zámkoch 4. kolo Južnej Peťky, v septembri bude v Doroch nad Žitavou a potom posledné kolo v Komoči.